Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Sallai László, a szociális foglalkoztató vezetője. Szeretettel köszöntöm, szép jó napot kívánok. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. Az elmúlt adásokban a nézők szerintem most már megszokták, hogy mindig ilyen évértékelő beszélgetéseket hallanak innen a stúdióból. Hát most sem lesz ez másként, a szociális foglalkoztatóról fogunk beszélgetni. Úgyhogy arra kérem, hogy a 2018-as évet, így január vége felé egy kicsit értékeljen, meg hát beszéljünk arról is, hogy mi az, ami tulajdonképpen foglalkozott itt ez a kis csapat. Moson-Magyaróváron, egészen konkrétan Mosonban. A 2018-as évet a 2017 évhez, illetve az elmúlt évekhez hasonlóan sikerült pozitív eredménnyel zárnunk. Ez hozzájárult ennek az eredményhez egyrészt a munkavállalóink odaadása, és ezúton is köszönöm nekik azt, hogy segítették a társaság ezen pozitív eredményének elérését, valamint önkormányzati támogatást is szeretném megköszönni, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy tudjunk működni, illetve a kiadásainkat fedezni. Nagy mértékben hozzásegített ehhez az eredményhez bennünket az, hogy bértámogatási támogatást kaptunk, illetve egy olyan pályázatot nyertünk, ahol a bértámogatást igénybe tudjuk venni, valamint nettó árbevételünk, ami kiemelten magasabb volt az elmúlt évekhez képest. Hogy mivel is foglalkozunk, hogyha körbe vesszük a társaságot, akkor először is fő feladatunk az esélyegyenlőség megteremtése, a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a foglalkoztatása, a részükre kiegészítő jövedelem biztosítása. Ennek érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, bérmunkákat vállalunk, ami egyszerű, kézzel végezhető. Fő partnereink folyamatos munkával láttak el bennünket, ami szintén hozzájárult a gazdasági helyzet stabilitásához. Így végigvéve a Szent István Király út 109 alatt üzemeltetünk egy boltot, ami textiltermékeket, egyéb kiegészítőket, abroszokat, törölközőket, konyharuhákat forgalmaz. Közvetlen mellette kisebb felhajtások, javítási munkálatok, nadrágfelhajtásoknak az elvégzését készítjük. Ezen kívül tovább menve a műhelyeken van úgynevezett vasas műhelyünk, ahol autóalkatrészeknek az előkészítése történik, csomagolások, csomagolóanyaggyártások, papírrekeszeknek az összerakása, illetve szállítása. Ezen túl foglalkozunk minden egyéb olyan egyszerű kézzel végezhető munkával, ami kisebb tárolási igényt van maga után, illetve a szállítása könnyebben megoldható. Nagyon sokféle munkát vállalnak egyébként, tehát hogyha most csak hallgattam itt nagy fülekkel, hogy mennyi típusú, tehát a varrástól tényleg a dobozok készítésén át, az ütötte meg még a fülemet, hogy van, aki ezt kiegészítő munkába csinálja, van, aki teljes állásba, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Hogy kinek az igényei szerint, vagy betegsége szerint, vagy rokkantsága szerint, vagy hogyan van ez? Felvételnél mindig figyelembe vesszük a munkavállalónak az egészségi állapotát, annak megfelelően osztjuk be, hogy hány órába tud dolgozni. Hogy egyáltalán mennyit bír, ugye? Igen, hogy mennyit bír. Ezen túl az egészségügyi papírján is rajta van, hogy mennyi időt vállalhat, mint foglalkoztatott. Ugye itt meg kell különböztetnünk tartós foglalkoztatottakat, illetve rehabilitálható foglalkoztatottakat. A rehabilitációs foglalkoztatás lényege az, hogy gyakorlatilag 3 éven belül visszagondozzuk őt a munkaerőpiacra, ez mind a egészségi állapotától, illetve az orvosi felülvizsgálattól is függ. Ez olyankor van, hogy mondjuk kap valaki egy agyvérzést vagy valami, és akkor visszamehet ő még, csak mondjuk kell egy kis idő ahhoz, hogy teljesen 100%-os legyen, vagy ezt hogy kell képzelni? Így van, és a partnercégeinkkel is úgy kötjük a szerződéseket, illetve a munkafolyamatoknak az elvállalását, hogy lehetőség szerint egy idő után a saját telephelyükön, illetve a saját cégüknél tudják a mi alkalmazottaink elvégezni azt a munkát, amit nekünk kiadnak. Értem. Attól függetlenül szoros a kapcsolatunk a megrendelőkkel, és figyelembe veszik azt, hogy a mi munkaellátottságunk folyamatos legyen.
Értem, értem. Tehát van egy ilyen felmérés, aztán valaki akkor visszaintegrálható, valaki meg ott maradt. Tehát ezek így gondolom így az évek során, vagy ahogy telnek a hónapok, ezt folyamatosan figyelik. Azért nem lehet egyszerű ezekkel az emberekkel, most, hogy ezt így meséli, mert azért ezeknek az embereknek nem csak kezük van, meg szájuk, hanem lelkük is. Tehát, hogy ezt egyáltalán így földolgozni, hogy na most akkor én, nekem már csak ez a munka jutott, és most itt nem annyira pejoratívan, hanem ha mondjuk valaki mondjuk tényleg egy másik állásba képzelte el, aztán a hosszú távú jövőjét, de nem sikerült, mert ugye hát valami baleset folytán ez nem ment, azért ez nem lehet könnyű. Hogy tudják ezeket a dolgokat így földolgozni? Hát ezt kiemelten kezeljük egyébként, hogy amint említettem, hogy mindenkinek figyelembe vesszük az egészségi és mentális állapotát is, ezért is tartjuk szükségesnek évente a virágosítás elvégzését, vagy egy kicsit olyan helyzetet teremteni, ahol a mindennapi idézőjelben szomorúságából, betegségéből kicsit kiszakadhat. Próbálunk egy olyan csapatot fenntartani, ahol problémáikkal egymáshoz is, illetve a vezetőséghez is fordulhatnak. Nagyon nehéz, vannak periódusok, amikor több probléma merül fel, általában ünnepek alkalmakor. Hát igen, ez mindenhol így van, ahol nehezebb lelkiállapotú emberek vannak. De kollégáim, és tényleg azt mondom, hogy azok az emberek, akik az irodában dolgoznak, sokszor olyan feladatokat is elvégeznek, akár a ami nem csak adminisztráció, igaz? Ami nem adminisztráció, hanem utána járnak, és tényleg kiemelten foglalkoznak a nálunk dolgozó emberekkel. Én legalábbis így érzem, remélem a munkavállalóink is. Beruházásokról is beszéljünk egy kicsit, mert ugye az is mindig meghatároz egy évet, hogy mennyi mindent sikerült elérni beruházások terén. Volt-e valami, amit kiemelne esetleg? Hát beruházásként most jelenleg 2021-ig van tervünk, ami nagyobb kiadásokat eredményez. Nyilván ezt figyelembe kell vennünk majd a gazdasági helyzetünket, illetve a bevételeinket, forrásainkat, hogy mennyire tudjuk ezeket aktiválni. Én azt gondolom, hogy azok a tervek reálisak, amiket megfogalmaztunk, elsősorban a telephely rakodó területének a simává tétele, aszfaltozása vagy térkövezése a legelső, amin jelenleg egy ilyen árajánlati periódusban van. A nyílászároknak a rendbetétele, arról már kaptunk árajánlatot, munkaruhák biztosítása, illetve hát pótoljuk azokat az eszközöket, amik amortizálódtak, elhasználódtak, vagy egyéb olyan munkaeszközöket szerzünk be, ami a munkavégzéshez szükséges. Akkor vannak még tervek ezen kívül is, gondolom. Nagyon sok terv van, nagyon sok terv van. Mikor én, mint ügyvezető elnyertem ezt az állást, én álmomban sem gondoltam volna, hogy ezt így meg tudjuk valósítani, és azt gondolom, hogy ezzel az odaadással, amit a munkavállalók is hozzáraktak, és kollégáim, el fogjuk tudni azokat az eredményeket érni, amit egyszer úgymond megálmodtunk. Nézzük még meg a létszámokat, mert arról még nem volt szó, hogy nagyjából, vagy hát lehet, hogy egészen pontosan is lehet tudni, hogy mennyien dolgoznak itt most, akár munkakörönként, vagy akár így együtt. Tehát hány embert érint ez? Jelenleg 54 fő áll alkalmazásba, voltunk már többen is, volt, amikor megközelítettük a 70 főt, de az egészségi állapotok, illetve az, hogy kigondoztuk visszaintegráltuk a dolgozókat a munkaerőpiacra, így csökkent a létszámunk. Tulajdonképpen ez jónak is mondhatok, nem? Hiszen igen, sikerült, tehát sők jó helyre kerültek. El, így van, munkájukkal elégedettek. Ebből az 54 főből 36 fő megváltozott munkaképességű, akik után bértámogatást kaphatunk. A többi fejlesztés az mind arányában van vissza, osztva, hogy hány fő veszi igénybe a megváltozott munkaképességűek részéről azt a fejlesztés, és mennyi, aki aktív vagy nyugdíjas korú.
És jelenleg még tudnak-e felvenni, hogyha esetleg úgy van, hogyha valaki ebbe a kategóriába lesz sorolható, most ezt csúnyán fogalmaztam, tehát hogyha valami olyan baj éri, hogy önöktől kérjen segítséget munkaterületén, vagy ez most egy ilyen elég fix létszámnak tűnik? Ez most egy összetett dolog, ugyanis van egy topos pályázatunk folyamatban, ahol egy foglalkoztatási iroda működik, és célcsoportoknak az elhelyezkedését segíti elő, de azon túl mi azon dolgozunk, hogy tudjunk munkaerőt felvenni. Folyamatosan hirdetünk, de sokszor vagy az egészségügyi állapot, vagy a szociális állapot nem teszi lehetővé azt, hogy tudjuk alkalmazni. Szeretnénk minél több főt felvenni és foglalkoztatni, valamint az, hogy a munkaerőpiacra visszagondozni. Most a Magyar Óváriaknak ajánljuk, bár már említette egy fél mondattal azért ezt a kis boltocskát, ami ott a Szent István 109 alatt működik, ugye mindjárt az utca frontról be lehet menni. Én ajánlom, aki még olyan volt ott, bár ez nem a reklámhelye, de hát a szociális foglalkoztatóról beszélünk, akkor de elmondhatjuk. De nagyon sok mindent lehet kapni, nagyon helyes, praktikus dolgokat, úgyhogy aki még esetleg nem járt ott, annak mindenképpen mondom, hogy nézzen körül egy kicsit, mert látja, hogy tényleg mennyi mindennel foglalkoznak maguk ott, meg hát nagyon kedves a kiszolgálásnak, úgyhogy érdemes oda benézni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt megosztotta. Hát 2019-re is hasonló sok sikert, meg sok munkást, meg sok eredményt kívánok, meg kitartást ezekhez a lelki dolgokhoz, mert azt gondolom, hogy ezekhez is kell egy nagy adag erő, meg odafigyelés, hogy ezek úgy működjenek, ahogy kell. Köszönöm szépen. Igen, és még annyit hozzáfűznék, hogy ugye olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy akinek esetleg munkát nem tudunk ajánlani, de idősebb és esetleg rokadnyugdíjas, akkor mellettünk van az idősek otthona, és ő neki egy olyan elfoglaltságot tudunk, vagy ajánlani tudunk olyan lehetőséget, hogy esetleg a mindennapjaiból kizökkentjük. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.